egy csomó olyan arccal találkozhatunk, akikkel egyébként ritkán. Például a Csonka Bandi, na jó, mindegy, hagyjuk, ő róla nem szeretnék beszélni. Ding dong. Gyara diri dong, diri dongo. Művész úr, tudjuk, hogy hol vagyunk, és hogy mi a célja ennek az egésznek. Önnek mit jelent ez a gála? Mivel a saját kollégáimat segítjük ezzel, ez nagyon sokat jelent. Ráadásul egy fél éves kihagyás után újra találkozunk a közönséggel, és találkozunk a kollégákkal, akikkel nagyon régen találkoztam, úgyhogy ez egy mindenképpen egy remek találkozási pont. Nagyon nemes céllal, és nagyon szórakoztató lesz, reméljük. Nekem a színház az körülbelül azt jelenti, mint ez a gála, hogy nagyon sokszínű, nagyon mindenki megtalálhatja a saját magának valót, a kedvencét, amit szeret. Ezt gondolok a prózára, gondolok a zenés műfajra, gondolok a versekre, a monológokra és egyéb válfajaira ennek a történetnek, amit színháznak nevezünk. Most azt hiszem, hogy akik ma eljöttek és támogatják ezt a nemes ügyet a jegyvásárlással, azok most kapni fognak mindenből egy kicsit. A Városmajori színpadon többször játszottam már, mindig imádtam, és az a mai este is remélem, hogy nagyszerűen sikerül. Imádunk, ennyi kollégával találkozhatunk, és benne van a összefogás gála, hogy tartsunk össze, segítsünk egymásnak, erről szól. Példaértékű? Remélem, de azt gondolom, hogy így a karantén időszak alatt is, tehát nem vagyunk egyformák, nem is kell, mert roppant unalmas lenne a világ, de igenis voltak emberek, akik még jobban odafigyeltek másokra, vagy segítettek. Például Budakeszin élek, és ott is többen jelentkeztünk önkénteseknek, nyugdíjasokhoz, az ottani éttermek például kiszállítottak, nem tudom hány adag élelmiszert nyugdíjasoknak, rászoruló családoknak. Tehát minden, ami ez lehet példamutatás, igen, ezt nagyon jól mondta. Hogy megfigyelem felhívás. És akkor akinek tetszik, az köszönjük szépen, hogyha követi ezt a csapatot, akinek meg nincs kedve hozzá, nem kötelező természetesen. Egyrészt nyilvánvalóan a jótékonykodás az egy fontos dolog olyan szempontból, hogyha tényleg olyan helyre megy, meg olyan ügynek nyilvánvalóan, pláne ha a szakmáról van szó, akkor még inkább fontos, kiemelt jelentőséget kap. De nem csak erről, nem csak ezért különös és jó, hanem azért is, mert egy csomó olyan arccal találkozhatunk, akikkel egyébként ritkán. Például a Csonka Bandi, na jó, mindegy, hagyjuk, őróla nem szeretnék beszélni. Ding dong. Gyara diri dong, diri dongo. Egy olyan színösszetételben jelent meg, kék, meg zöld, meg ilyen. Na mindegy, hagyjuk egyébként, nincs rá. Pride hónap van. Nem, persze. Na, szóval a lényeg, hogy egy csomó olyan ember, mint például akivel nagyon sokszor ritkán találkozik az ember, az olyan eseményeket érdemes megragadni, mi egy picit mondjam, lehetőséget ad arra, hogy találkozzunk egymással, és együtt legyünk.
Amellett, hogy a közönséget is szeretnénk szórakoztatni igényesen. Mi nagyon-nagyon régen, amikor kellett a pénz, akkor jó viccelek, de az Iván első szólólemezén nagyon sok szemben bokáloztam, úgyhogy akkor ismerkedtünk meg közelebbről, úgymond, ez alatt a munka folyamat alatt, de nagyon-nagyon bírom, többször találkoztunk, dolgoztunk együtt, úgyhogy most megint így örült nekem az Iván, hogy mindenféle butaságokat, csacskaságokat mond. Igen, hogy a nézők tudják, itt volt egy kisebb perlekedés, nem ilyen erőszak a kamera mögött. Nem tudtuk elindítani időben a felvételt. Hát egy kis évődés, hát ilyen kis pajkos összekacsintás volt inkább. Én megmondom őszintén, és most lehet, hogy kicsit furcsát mondok, én általában az ilyen jótékonysági nagy gála, meg akkor összeborulunk, meg mit tudom én, ezt annyira nem bírom, mert mindig valahogy izzadság szaga van. De ez a mai gála, pláne, hogy körbenézek, és olyan kaliberű emberek jöttek össze, mint a Hohmann Péter, vagy a Koltai Róbert, vagy nem is tudom, és ez a ilyen nagyszerű emberek, úgyhogy nem lehetett nemet mondani erre. Már csak azért is, hogy itt egy levegőt lehet velük szívni, és ez nagyon-nagyon jó és fontos ügy mellett áll ki. És hát tényleg annyira bizonytalan most az életünk művészeknek, hogy egy dal erejéig én is csatlakoztam ehhez, és nagyon-nagyon megtisztelő, hogy itt lehetek. A Swing a la Django-val és Ifjabb Sárközi Lajossal fogjuk együtt előadni a Macskafogóból a mi újságot. Összefogás már onnan datálódik, hogy az egész életem erről szól. Nagyon fontos nekem a családom, innen indulnék ki, ahol azt láttam, hogy a családi összefogás mindig minden körülmények között mindent megold. Én nem lehetnék színésznő, ha a családom nem támogatna, nem vezethetnék reggeli műsort, ha apuék nem segítenének be akkor, amikor én elmegyek a reggeli adásba. És ez ugye aztán nagyon kiterjedt ez a probléma a koronavírus által. Nagyon sok kollégám tényleg elveszítette a munkáját. Nekem szerencsém volt az Operett Színházban, ott kaptam fizetést végig a vírus helyzet alatt, ami egy kiváltság. Tudom, hogy ezt nem minden művész járt így, hogy például én is, ami egy nagy szerencse volt, és arra gondoltam, hogy ha nekem segítenem kell, és ha én segíteni tudok, akkor kutya kötelességem azokért a kollégákért kiállni, és azokon segíteni, és azokért összefogni, akiknek nagyon-nagyon nehéz volt ez a vírus időszak. Milyen érzés, hogy te fogod össze most a gálát, te vagy az egyik műsorvezető? Én nagyon szeretek műsort vezetni, és most azért külön öröm ez számomra, mert az én gyönyörű, édes Csonka Andrásommal lehetek együtt, ő az én műsorvezető partnerem, és az Andrissal már nagyon régóta dolgozom együtt, az Operett Színházban kezdtük annól Csókos asszonnyal, és igazából ma még nem emeltem fel őt a gálán, ez nagy hiba. Ezt lehet, hogy bele kéne csempészni. Szóval mindig... Szerintem még elintézhető. Nem tudom, mennyire illik bele a gára kereteibe, de még ezen elgondolkodom, meg nagyon sok hízott most a karantén alatt a Bandika, úgyhogy féltem a porckorongomat. Először is imádom a kollégáimat, ott állok oldalt, és csápolok mindenkinek, mert olyan csodálatos művészek vannak itt ma este, és én nekem ugyanolyan nagy öröm, mint amit hallom, hogy a nézőknek az. Ugye a színház mit jelent? Hát az életünket jelenti, és nagyon nagy boldogság, hogy a közönségnek is így hiányzik a Covid után, és 7-800 ember itt ül ki maszkban, ki maszk nélkül, de lelkesen mindenki a maszkja mögött is nevet, és jó kedve van. Jan Zakata épp most mondta, hogy csodás vagy, hogy ezt összehoztad. Nem is kell kommentálnom akkor, igaz? De milyen volt ezt összerakni? És milyen érzések kavarognak most benned? Hú, nagyon fura, hogy véget ért. Több hónapja készülünk erre. Pont mondtam valakinek, hogy olyan, hogy az ember elképzel valamit, és egyszer csak valóra válik, és hogy ezt így végigcsináltuk. Fantasztikus jó érzés, és főleg azért, mert hogy ennyien úgy gondolták, hogy eljönnek.
és úgy gondolták, hogy ez fontos, és hogy ide mellé állnak, az ügy mellé állnak, és hogy szó nélkül, tehát hogy tényleg több mint 200-an azt mondták, hogy persze, megyünk, sokan ingyen, úgyhogy nagyon klassz, hogy ennyire együtt tud lenni a szakma, hogyha fontos a cél. Nincs is több mondani valónk, gratulálunk szívből. Köszönöm szépen.